2011-ben a Kecskeméti Katona József Színház Bangbán című előadásával nyitotta Évadát. Az a megtiszteltetésért, hogy én játszhattam Bank Bánt Katona József szülővárosában Kecskeméten. Nagyon féltem. Akkor megtudtam, hogy én leszek a főszereplő, éjszakákon keresztül gondolkodtam. Elolvastam Bank Bánt eredeti változatát legalább ötször és amikor már nagyon értettem a darabot, akkor rádöbbentem, hogy tulajdonképpen mai világban ez rengeteg ember számára érthetetlen. Akkor még nem tudtam, hogy Cseke Péter igazgatónk egy magyar kortás íróval, Szabó Borbálával beszélt, és a bánt úgy újrafordították, hogy lényege egyáltalán nem tért el az eredeti darabtól, viszont a mai ember számára teljesen érthetővé vált, és ahogy az ember ült és nézte az előadást, nem csak arra kellett figyelnie, hogy vajon ez a régi, egyébként nagyon szép, veretes mondat miről szól, hanem teljesen áthat, átadhatta magát a cselekmény lényegének számomra az egyik legfontosabb előadás volt. Annál is inkább, mert Bagó Bertalan rendező nagyon érzékenyen nyúlt a darabhoz. Igazán korva se helyezte el. A Bangban előadásból kiderült, hogy tulajdonképpen a mindenkori magyarságunk, haza szeretettünk hibáit és erényeit képes megmutatni, és a mai ember számára mennyire aktuális. Ez onnan is kiderült, hogy az akkori a Rusz József színházban mutattuk be az előadást, ott ment körülbelül 30 alkalommal, viszont annyira nagy volt rá a nézői igény, hogy átvittük a nagy színházba, ahol mikroporttal maximális hangerőn olyan volt a hangzás, aki ott nézte meg, mintha egy régi moziba ülne, teljesen a rendező megtiltott, hogy hangosabban beszéljünk, mint a Rusz József színházban. És a lényeg az, hogy ugyanolyan csendesen suttogva, ezt mindez felerősítve a mikroporttal, a nagy színházban is ment, vagy tíz alkalommal. Utána beválogatták a posztra, ahol a, a meg is nyerte a Szabó a legjobb kortárs darab címét. Tulajdonképpen az eredeti bánkban minden mondata van benne, tehát egyáltalán se slang, se um, a, a nagy íróriást nem bántotta meg ez az átfordítás. Hát szeretnénk, hogyha minél több néző újra megnézhetni tíz év után, majdnem tíz év után, és online is. Örömet okozna a nézőknek.